Tavaly szeptemberben adták át a gimnázium új, a tanulást és a tanítást segítő interaktív digitális okostantermeit. A nagyméretű fali monitorokat, a több mint 100 munkaállomásként használható táblagépeket, illetve az internet elérés lehetővé tevő wifi csomagokat és szoftvereket az intézmények erre kialakított tantermeiben használhatják a diákok. Egy hasonló program keretében most többek közt 3D-s nyomtatókat, CNC, eszterga és rajzgépet vásárol a Besenyei. A cél, hogy képzések keretében megismertessék az általános és középiskolás diákokkal a programozást és robotikát, amelyeket később akár tantárgyként is bevezethetnek. Megpályáztunk egy magyar-szlovák együttműködésbe, úgynevezett Interreg pályázatba, a négyes prioritási tengelyen egy programot. Ez azt célozza meg, hogy a Király Helmészi Gimnázium és a Kisvári Besenyő Gimnázium között egy együttműködésre kerül sor, ami a programozás robotika irányába fordítja az iskoláknak a szekerét, amihez 106 ezer eurót nyertünk, és most kezdődik ennek a pénznek a felhasználása. Elsőbb eszközöket vásárlunk, oktatást fognak kapni a kollégáink, és mindenféle képzéssel fogjuk megkínálni a környékbeli általános iskolák tehetséges tanulóit, azért, hogy találkozzanak ezzel. Ez összhangban egyébként a digitális oktatási stratégia koncepciójával is. Az iskola a tehetséggondozás mellett a sportra is kiemelt figyelmet fordít. A gimnázium területén új atlétikai centrum épül. A 408 millió forint értékű fejlesztés keretében bővítik a tornatermet, és hadsávos futópályát hoznak létre. Körülbelül augusztusra várható az atlétikai centrumunknak az átadása, ami azt jelenti, hogy egy olyan jellegű, minden tekintetben felszerelt pályát fog kapni az iskolánk, ahol akár diákolimpiai rendezvényeket is le lehet bonyolítani. Ez rekordtávolítású pályákat jelent, 70 méteres fedett futófolyosót, ami télen hasznosítható, nagyobb tornatermet és különböző labdajátékokra alkalmas területeknek az átadását jelentett tanulók esetében. Ami szerintünk, miután iskolánknak ez is fontos profilja, hogy a sport esetében gondozzuk a tehetségeket, és élsportolókat neveljünk ki. Ez úgy gondoljuk, hogy egy órási lehetőség, hogy ezt az iskolánk ebben részesülni fog. A jelenlegi fejlesztés alkalmával a tornaterem új sportburkolatot kap, és megújulnak az öltözők is. Az atlétika pálya felé lelátó épül, ami alatt bemelegítésre alkalmas belső teret egyaránt kialakítanak.